Zene a zene. Metált, egy kis elektrót. Fiatalon még az opera volt, az operett, a slágerek. Csepel, metal krémje. És szeretek olyan embereket lerácigálni, akik utálják az egészet, mert utána úgy is szeretni fogják. Maximum nevetnek rajta egyet, hogyha azt gondolják, hogy ez mégis micsoda, de hát miért éreznék jól magukat? Eleinte egy szűk rétegnek készültek a dolgok, mert hogy tényleg akik megértik, összenézünk. Még hogyha esetleg kényelmetlenül is érzem magam, akkor utána valami kreatív dolog kijön belőlem, mert valami újjal találkozok, amit már az eddig ismertekkel vegyíteni tudok, és egy egészen új kreatív dolog sül ki belőle. Azt szoktuk mondani Annával egymásnak, hogy ez egy tök jó mérvadó pont számunkra, hogy az ő anyukája vagy az én apukám megértik-e majd. Ezek a zenészek, vagy akik ezeket a zenéket írták, vagy részt vettek, ezek nagyon intelligens, művelt emberek voltak. Mindenki, akit érdekel, ki kell próbálni, el kell menni, meg kell hallgatni, ezt el tudja dönteni, tetszik neki vagy sem. Valami újat akartak, és egymással lenni, és ez a közösség ezt megteremtette. Öt évvel ezelőtt, amikor egy extravert buli volt az akváriumban, akkor lecibáltak a barátaim, akkor nem is hallgattam elektronikus zenét egyáltalán, és igazából az teljesen megfogott, meg elvarázsolt. Szerintem másnap délelőtt 11-re értem haza. Nem tudhatjuk előre, amíg meg nem tapasztaltuk. A szubkultúrának mindenképpen jó tesz, hogy több emberhez eljut szerintem. Szóval, hogy szerintem annak is nyitottnak kell lenni, aki a szubkultúrán belül van, és nyilván annak is, aki kívülről jön be. És hogyha ez a kétfajta nyitottság találkozik, akkor abból csak jósulhat ki szerintem.